Na sziasztok, ez itt a Top Movies, és egy magyar filmről a meglehetősen furcsa és hosszú címmel rendelkező Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című vígjátékra szeretnék pár szót szólni, amely Reisz Gábor diplomafilmje. Az egész alkotás egy kicsit ilyen garázs projekt volt, úgy tudom nagyjából 7 milliós költségvetésből készült, ami még magyar viszonylatban is borzasztó kevés, gondolom nagyon sok-sok baráti szívességet tartalmazott a forgatás. A magyar filmes alkotásokkal sokan előítéletesek, negatívan, többek közt bevallom egy icipicit én is. Az utóbbi években ráadásul nem is nagyon jöttek magyar alkotások, most így idén beindult a dömping, folyamatosan érkeznek a magyar filmek, viszont eddig nem nagyon győzött meg engem még szinte semmi, amit eddig láttam. Mondom eddig. A történet szerint Áron épp egy szakítás utáni mélységből próbál felállni, kiket meregni, miközben keresi az életútját, csajozik, munkát keres, Portugáliába megy, és tulajdonképpen igazi történet ennél nagyon nincs is több, ami mondjuk így furcsának tűnhet elsőre, de ez egyáltalán nem negatívum. Ami ezen felül van, pont az szerintem a film fő erénye, hogy egy városi hétköznapi esendő ember mindennapjait bemutatja hétköznapi eseményeken, szituációkon és bénázásokon keresztül. Tulajdonképpen a film ezeknek a kis jeleneteknek az összegyűjtött csokra. Ahogy rettegünk az ellenőröktől a BKV-n például, vagy esetleg meg is büntetnek, vagy a várakozó villamoson valaki hangosan káromkodik csak úgy, hogy mi a faszért nem indul már tetves BKV, vagy csak egy kocsmai beszélgetés és berúgás a barátokkal, vagy egy családi vacsora otthon, vagy tejfölt kell vennünk, de nem jön össze, vagy mondjuk egy szex, ami már majdnem összejön, de mégsem. Szóval olyan pillanatokat él meg a főszereplő, mely minden ember életében előfordulhat, sőt akár már elő is fordult, emiatt kialakul egy olyasmi érzet, mintha beszélgetne a film a nézővel, közös élményeket mesélve. Persze, ehhez kellett az is, hogy ezeket a szituációkat nagyon ügyes módon tették az alkotók a vászonra. Hiteles tud lenni az érzés, ami a jelenetekből árad, ötletes, humoros, szerethető és kreatív módon rakják elénk a készítők. A szereplők bár nagyrészt amatőr, de húsvér karakter és figura, valóságosnak érezzük őket, és bár a magyar átok, a hangsúlyozási gondok néha itt is megvannak, viszont szerintem nem zavaróak. Kifejezetten tetszett az apa karaktere, de a barátok is mind jól eltalált figurák. A film főszerepét játszó Ferenczi Káron, aki a filmben is ugye Áron, egy szerethető egyén, még ha elsőre kicsit fura ő is, de hát itt ebben a filmben minden az nagyon ügyesen megoldja a feladatát. Tudunk vele menni, azonosulni, együtt nevetni és szomorkodni, bár inkább nevetni. Mindezen felül a film erényeihez tartozik még szerintem, hogy ez egy gyönyörű szép városfilm. Aki Budapesten él, vagy élt, vagy járt már itt, vagy bulizott már itt, annak biztosan át fog jönni ez a jól eltalált város hangulat minden szépségével és lepukkantságával egyetemben. Az éjszakai romkocsmázások hangulatától kezdve a nappali városi sétákon át tényleg így nagyon jól elkapja ezt a fővárosi érzést. Tetszett még az is, hogy az amúgy reális történetet néha megszakítják ilyen mesésebb elborult jelenetek, gondolok itt a várost átszelő hosszabbítóra, vagy Áron emlékeire, esetleg búcsúbuliának képzelgéseire, vagy az a pillanat, amikor telefonon felhívja édesanyját, és miközben szóra várakoztató hang átszeli a félvárost, igencsak érdekes helyeken megfordulván közbe. Vagy a különböző helyeken történő halálra, vagy akár a nagyon kreatív véges táblistára. Szóval egy picit összegezve, ez egy nagyon kedves és szerethető alkotás, amivel most itt dolgunk van. Rengeteg pozitívummal és erénnyel, jó ötletekkel, és nyilván nem egy hibátlan korszakalkotó mozi, viszont egy igazi örömfilm, melyet teljesen jó érzés nézni, és jó érzés, hogy végre van egy magyar film, amire ezt lehet mondani. Nyilván akinek Csányi Sándor és Fenyő Iván jelenti a színészt, és nélkülük szerinte nincs is magyar film, vagy akik szerint a Megdönteni hajnal tímát volt az utóbbi évek legjobb magyar filmje, annak azért ezt nem tudom teljes szívből ajánlani, ezt a mozit. Én a magam részéről 80%-ot adnék neki, plusz mondanám, hogy menjetek el megnézni. Menjetek moziba már csak azért is, mert jó lenne, minél több nézője lenne a filmnek, ezzel is jelezvén, hogy igenis létjogosultsága van az ilyen műveknek itthon, és hogy kellenek az ilyen kaliberű alkotások az országnak. Hát köszönöm, hogy végighallgattátok kis beszámolómat. Menjetek moziba, mert tényleg van valami furcsa és megmagyarázhatatlan most a mozikban. Sziasztok! Nem kell lesz többé, azért, hogy megnézd, nincsen ellenség, mert minden az enyém.